A legutóbbi kormányülés óta az Európai Bizottsággal a helyreállítási alapról szóló tárgyalások előre haladtak, emelte ki Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. A kormánya a múlt héten részletesen válaszolt a bizottság megkeresésére, és 4 pontban elfogadta a bizottság álláspontját. Ennek megfelelően az EU közbeszerzéseknél és az állami megrendeléseknél is 15% alá csökkentik az egyszereplős tenderek arányát. Korrupciós büntetőügyekben lesz helye bírósági jogorvoslatnak. Emellett Magyarországnak az uniós források egy jelentős részét az energiafüggőség csökkentésére kell fordítania. Elfogadtuk a bizottság javaslatát, hogy a kormány által kezdeményezett jogalkodást megelőzően a társadalmi konzultációra időt kell biztosítani, és a kormány azt is vállalta, hogy a speciális, rendkívüli, gyors jogalkotási lehetőségek arányát az csökkenti. A miniszter az energiafüggőség csökkentése kapcsán tervezett intézkedésekkel kapcsolatban elmondta, hogy kezdeményezik Paks 1 üzemidejének meghosszabbítását, és tervezik a gázturbinás erőmű építését. Emellett legalább évi 2 milliárd köbméterre emelik a hazai gázkitermelést, és a 3 gigawatt naperőmű kapacitást másfél év alatt 6 gigawattra bővítik. A migrációs helyzet kapcsán elhangzott, a belügyminisztérium keretében határvadász egységek jönnek létre, összesen nagyjából 4000 határvadász lesz, ebből első körben 2200 határvadászt vesznek fel. Mindez tehermentesíti a katonaságot, a költségeit pedig a honvédelmi alapból biztosítják. Az egész európai gazdaságot elérte az infláció. Az infláció tekintetében Magyarország valamivel jobban áll, mint a térség országai, az árfolyam szempontjából pedig valamivel rosszabbul. A forint árfolyam ingadozásra vonatkozó kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta, ilyenkor felmerül a spekuláció gyanúja is veszélye, de megalapozott gyanút nem látnak. Az is elhangzott, hogy Magyarország magas energiakitettsége, valamint a környező országokénál magasabb államadósága hozzájárulnak a forint gyengüléséhez. Újságírói kérdésre válaszolva elhangzott, az Európai Bizottsággal, ha lesz is technikai megállapodás a helyreállítási forrásokról, akkor is leghamarabb ősszel fognak megegyezni.